Az asszály megviselte az agrárgazdákat, miközben a búza már a magtárakban pihen, a föld másik világkincse, a kukorica senyved. Kevés a mag, kevés lesz a termés. A síralmas hektáronkénti átlag csak a fele lesz a 2010. esztendeinek. Nem csak egyedi tábla ez, hanem itt a környékbe, meg talán a megyébe, vagy az országos szinten is inkább találunk ilyen táblát, mint jónak mutatkozó táblát. Hát ez az évek, a tavalyi év is nagyon, nagyon szegény volt csapadékban, az idei év az még rátett. Azok az 5-10 mm esők, amik ilyen elvonultak ilyen 1 kilométeren belül, úgyhogy a falu eleje kapott, a vége nem, ezek gyakorlatilag a gyökérzónában nem is értek le. A napraforgó táblák helyek közel átvészelték a csapadék hiányt, ugyanakkor korán sem biztos, hogy az elmúlt esztendők termése visszaköszön. Az elmúlt időszakot talán úgy fogalmazhatok, az egyik legjobban átvészelt növényfajtáról van szó. Itt egy agresszív, a vizet nagyon jól tudja hasznosítani, és nagyon tud menni a gyökere az alsó rétegek felé, így elég jól összeszedi azt a mennyiséget, ami az égből lehullik rá. Ennek apropóján nem olyan nagy veszteség lesz, én úgy érzem, a napraforgóba. A riogatás ellentét a természet helyre teszi a dolgokat. A madarak például kiváló napraforgót hóstolhatnak, ez pedig azt jelzi, mondja a szakember, a minőség egyedi lesz.